bemutatta a választókerület polgármester jelöltjeit Kontrát Károly. Szemmelweis Napatúri várban. A pozsonyi csatára emlékeztek. Közös tárlaton mutatkoztak be az MH Bakony Harcki Képzőközpont amatőr alkotói. Köszöntöm a Hírmozaik nézőit! Olyan vezetőket ajánlunk, akiket eddigi polgármesteri munkájuk vagy társadalmi szerepvállalásuk miatt alkalmasnak tartunk arra, hogy a Fidesz-KDNP közös jelöltjeiként induljanak az őszi önkormányzati választáson, elnyerjék a választók bizalmát és a következő 5 évben a településeket, az itt ülő embereket szolgálják. Mondta el Kontrát Károly országgyűlési képviselő kedden Balaton-Almádiban a Veszprém megye 2. számú választókerület polgármester jelöltjeinek bemutatásán. A politikus hangsúlyozta, olyan jelölteket ajánl a választók figyelmébe, akik képesek tenni a helyi közösségekért, akik ismerik a városok, falvak múltját, és akiknek határozott programjuk van a közös jövőről. A Fidesz-KDNP közös polgármester jelöltjeit Kontrát Károly, a Veszprém megye 2. számú választókerület országgyűlési képviselője mutatta be kedden a párt Balaton-Almádi országgyűlési képviselőirodájának udvarán. A politikus úgy fogalmazott, rendkívül fontos, hogy olyan polgármester jelölteket ajánljanak, akik ismerik az emberek igényeit és már többször is bizonyíthattak. Én úgy gondolom, hogy a kormányzati támogatással, a képviselői támogatással, az állampolgárok támogatásával, az állampolgárok óhajának ismeretében, kéréseinek birtokában egy olyan kampányra van esély, és utána pedig reményeink szerint olyan eredményt tudunk elérni, amely a településeken élők érdekeit szolgálja. Várpalotán ismét Kámpánári Talabér Mártát jelöli a Fidesz-KDNP pártszövetség a polgármesteri posztra. Kontrát Károly hangsúlyozta, Várpalota polgármesterének a kormány támogatásával a város több évtizedes álmát sikerült megvalósítania 2018-ra a 8-as főút Várpalotát elkerülő szakaszának megépítésével. Emellett folyamatosan szépül a túrivár, és számos utat és járdát is felújítottak a településen. Kontrát Károly úgy fogalmazott, a város volt ipari központból egyre inkább a családok városa lett. A fő feladat az elkövetkezendő 5 évben a már megkezdett beruházások sikeres megvalósítása lesz. Kámpánári Talabér Márta elmondta, készül a folytatásra, amit kellően megalapoztak csapatával az elmúlt 9 esztendőben. Meglátása szerint növekedési pályára állították Várpalotát, és ezt szeretnék a továbbiakban is folytatni szövetségben a helyiekkel és a kormánnyal. Ahogy már egy korábbi interjúban említettem, ez egy nagyon kifeszített év minden szempontból, mert most van a különböző beruházásoknak a dömpingje, tehát legelőször is azt tartanám fontosnak, hogy amiket már elnyertünk pénzösszegek, azokat tudjuk felhasználni, és ezeket a különböző projekteket sikeresen mindegyiket végigvinni. Több polgármestertársamtól is elhangzott, hogy ugye jövő esztendőben indul egy új uniós ciklus, ami új lehetőségeket is fog jelenteni a településeknek. Más fajta pályázati kiírások lesznek, ezekre is fel kell készülni, hiszen Várpalotán is nagyon sok mindent kell még fejleszteni. Közszolgáltatások területén épp úgy, mint az infrastruktúra esetében, illetve én kiemelten szeretném kezelni az elkövetkezendő években a gazdaság fejlesztést, és azt gondolom, hogy a hivatalon, illetve a cégek esetében is, hogyha struktúraváltás fog bekövetkezni, az ezt fogja majd szolgálni. Erre vannak főleg nagyobb városokban kiváló példák, ezt mi a mi 20 000-es településünkre kell majd, hogy szabjuk, és ezt kell az előtérbe helyezni véleményem szerint, hogy mindazok a fejlesztések, amelyeket elvégzünk, illetve amit megvalósítunk, azt fenn is fogjuk tudni tartani, illetve hogy különböző önrészeket tudjunk biztosítani, ahhoz növelni kell a saját bevételünket. Várpalota polgármestere úgy véli, jó együttműködés jellemezte eddig is Várpalota és a magyar kormány közötti kapcsolatrendszert, ami szerinte a jövőre nézve is elengedhetetlen. Kormányzati forrásból is nagy összegekhez jutottunk, és minden esélyünk megvan, hogyha jól tudunk együttműködni, hogy ez így legyen a jövőben is. Úgyhogy Kontrát Károllyal, illetve magával a magyar kormánnyal is
Nagyon remélem, hogy jól fogunk tudni együtt dolgozni, és a kisvárosok programjában számos elképzelést meg fogunk tudni valósítani. Bölcsődei férőhelyeket kell bővíteni, óvodai létszámmal, Ilontafalut kivéve jól állunk, ott tervezünk is egy bővítés, jártunk a helyszínen, elméletileg alkalmas is a mostani épület arra, hogy egy szobával kibővítsük, és azt talán ki fogja tudni elégíteni azokat az igényeket, amelyek már most, illetve jövőben Inotán keletkezni fognak férőhely tekintetében. Már csak azért is fontos ez, hiszen az már most látszik, hogy új ingatlanok fognak épülni a Kálvária városrész és Inota között, ott egy új utca is fog nyílni, és jó eséllyel az ott lakó családok egy része majd Inotára kívánja vinni a gyermekeit. Kampanári Talabér Márta kiemelte, a Túri Vár, valamint a városi intézmények további fejlesztése mellett a Jó Szerencsét Művelődési Központ felújítását is tervezik Várpalotán a következő ciklusban. 20 ezres városnak szüksége van arra, hogy legyen egy olyan művelődési háza, ahol a nagy rendezvényeit fedett helyen meg tudja tartani, úgyhogy ez egy kiemelt feladata lesz az elkövetkezendő időszaknak. Illetve szeretnénk folytatni az intézmény felújításokat, részben vannak terveink, amelyek készen vannak, és csak fel kell őket használni, hogyha elnyertük a forrásokat, részben újakat kell készíteni. Szeretnénk folytatni a járdafelújítást, útfelújításokat, ezeket is folyamatosan csináltuk, tehát minden évben volt Várpalotán útfelújítás is, illetve járdafelújítás is. Ezt szeretnénk az eddigiekhez hasonlóan ütemezetten elvégezni, és nagyon bízom benne, hogy az elkövetkezendő időszakban erre lesznek külön források, mert ezek mindig külön egyedi elbírálás alapján érkeztek ezek a lehetőségek Várpalotára, mert hogy ilyen jellegű pályázatokat nem írtak ki, azonban a lakosságnak jogos elvárása, hogy erre fordítson az önkormányzat, azonban önerőből ezt csak korlátozottan tudjuk megoldani. Azt hiszem, hogy a közösségi életben nagyon sokat léptünk előre, jó programok vannak Várpalotán, vannak új ötleteink is már a jövőt tekintve, úgyhogy én bízom benne, hogy minden tekintetben tovább tudjuk növelni Várpalotát, a város presztízsét, mint az ott élők számára, mint pedig azoknak, akik hozzánk látogatnak. A Várpalotához közeli Berhidán a Fidesz-KDNP színeiben Punk János indul a polgármesterségért, akinek az egyik legfontosabb célja a település városi arculatának megteremtése. Nem olyan régóta városként jegyzik Berhidát, viszont egy nagyon-nagyon régi múlttal rendelkező település. Ennek a múltnak vannak emlékei, és lehetne hasznosítani ezeket az emlékeket. Ezen kívül a eddig megvalósult fejlesztéseket továbbfejleszteni, mert bár nem sok, de azért némi fejlesztés történt a városban, viszont a legfontosabb, hogy a városközpont kialakítása városi szintnek megfelelő arculatot nyerjen el. Ezzel, hogyha sikerül megvalósítani, akkor a berhidai közösséget is talán sikerül egy kicsit jobban összefogni. Tekintettel arról, hogy Berhida jelen pillanatban ugye három településből állt össze, Kiskovácsi, Berhida és Peremarton, és ez egy kicsit meg is osztja a település lakóit. Szeretném, hogyha a fejlesztések úgy lennének lebonyolítva, hogy mindegyik településrész lakója önmagának, vagy a magáinak érezze Berhida város fejlesztéseit. A Veszprém megye 2. számú választókerületben Balatonalmádiban Keszei János, Balatonfüreden dr. Bóka István, Balatonkenesén Tömör István, Balatonfüstfön Lajkó Frigyes, Tihany községben Tósóki Imre, Csopakon Ambrus Tibor, Felsőörsön Szabó Balázs, Litéren Szedlák Attila, míg Pétfürdön Dombi Norbert indul a polgármesteri posztért októberben a Fidesz-KDNP színeiben.
A Semmelweis nap alkalmából tartottak az elmúlt kedden ünnepséget a Túri várban. 201 éve 1818. július 1-én született Semmelweis Ignác, a magyar orvostudomány egyik legnagyobb alakja. Születésnapja a magyar egészségügy napja. Semmelweis Ignác az egyetlen magyar orvos, akinek a világ minden pontján ismerik a nevét. Halála idején mégis a teljes orvostársadalom ellene volt, mivel nem ismerték el, hogy ők maguk okoznák betegeik halálát, Semmelweis pedig nagy vehemenciával hirdette ezt. A Túrivárban tartott városi ünnepségen Campanári Talabér Márta a polgármester köszöntőjében az anyánk megmentőjeként elhíresült orvos tragikus meghurcoltatásáról és halálának körülményeiről szólt. A városvezető Márai Sándor szavait idézve beszélt az egészségügyben dolgozók áldozatos munkájáról, valamint a városi ellátás fejlesztéseiről. A szívosság talán a tehetségei neve. Nem megalkudni veszély, nyomorúság, betegség, sikertelenség közepette sem. Minden nap mindent előről kezdeni, egy boldog makacs erőszakosságával, céltudatosan, engesztelhetetlen következetességgel. Én tudom, hogy önök minden nap, minden műszak elején így veszik fel a munkát. Ezzel az elszántsággal, elkötelezettséggel és kitartással. Meg lehet ezt eléggé köszönni? Meg lehet ezt eléggé fizetni? Képtelenség. De mindent, amit csak a nemzet vagy egy település lehetőségei engednek, meg kell tenni érte. Mi igyekszünk, de csak akkor fogunk tudni előrejutni, ha partnerekre találni. Sokan vannak, akik így állnak hozzánk, nekik külön is köszönöm. Közös sikerünk, hogy idén januártól Várpalotán méltó körülményeket tudunk biztosítani a fogorvosi ellátásban dolgozóknak és az azt igénybe vevőknek. Folyamatos fejlesztésen ment keresztül a mentőállomás, talán elmondhatjuk mára, hogy a kor elvárásainak megfelelnek a gépkocsik épp úgy, mint maga az állomás épülete. Az Inatai házi orvosi rendelő felújítására kiküldtük a felhívásokat, remélem, hogy az ősz folyamán ezt a munkát is el tudjuk végezni, és egy fogorvosi rendelővel kiegészülve ebben a városrészben is jó körülményeket tudunk majd biztosítani. A magyar kormánytól tavaly kapott pénzből lehetőségünk nyílik eszközöket beszerezni a járóbeteg szakellátás számára. Ezt meg is tesszük az idén és 2020-ban is. Campanári Talabér Márta gondolatait zárva köszönetet mondott valamennyi egészségügyi dolgozónak. Én köszönöm önöknek a megfizethetetlent is. A türelmesen megkeresett vénát és a gyengében bekötött infúziót, a műtét előtti biztató szót, a sokatszor is gondosan felvett párnát és kicserélt ágyneműt, a gyors, helyes és őszinte diagnózist, az ügyesen eltalált gyógyszeradagot, a szükségesnél nem nagyobb hegeket, a kimerülten is nekünk ajándékozott mosolyt. Köszönöm önöknek ezrek gyógyulását, köszönöm önöknek az életet, a hitet, amit visszaadnak nap mint nap. Hálásak vagyunk önöknek. Nagyszerű munkát végeznek, a mai pótolhatatlan. A legfontosabbat kívánom önöknek, jó egészséget! Az eseményen elismerő oklevelet vehettek át a kiemelkedő munkát végző egészségügyi dolgozók. Semmelweis nap alkalmából Várpalota város önkormányzata a Semmelweis díjat adományozott Regenye Marianna körzeti asszisztens részére az egészségügyi ellátás érdekében nagy szakmai alázattal végzett magas színvonalú munkája elismeréseként. A Pro Agrotis díj a diabétesz gondozás terén végzett kiemelkedő munka elismerését szolgálja. 2019-ben Kóti Lászlóné a cukorbetegekért alapítvány elnöke javaslatára dr. Széles Margit megkapta a rangos díjat. Ez alkalomból gratulált Campanári Talabér Márta polgármester és dr. Szalai Marianna a főorvosasszonynak a Semmelweis napi ünnepségen. Az eseményen közreműködtek a Crystal Fitness ESE táncosai.
A pozsonyi csata a kora középkor egyik legjelentősebb ütközete volt, amely a honfoglalás idején Magyarország határairól döntött. Erről a sikeres első honvédő háborúról emlékezett meg az elmúlt csütörtök délután a Palotai Túrótársaság a Korompai utcában található kopjafánál. A 907-ben zajlott sorsdöntő csatát Stanke Zoltán, a kopjafát állító egyesület egyik tagja idézte fel. Kiemelte, a pozsonyi csata a honfoglalás korának legnagyobb jelentőségű ütközete volt, mert ebben az összecsapásban a keleti frank királyság a honfoglaló magyarok által frissen megszerzett Kárpát-medence visszahódítását szerette volna elérni. Ez volt a 895-ben kezdődő honfoglalási időszakban az európai területekről kiinduló legnagyobb ellentámadás a magyarok visszaszorítására. A Pozsony térségében támadó hadak, melyek létszáma nem ismert, de legalább másfél vagy kétszeres túlerőben lehettek a magyarokkal szemben, az Enns folyó menti Enzburgnál ülekeztek 907. májusában. Egyes becslések 100 000-re teszik a németek, és alig 40 000-re a magyarok számát. Eszen itt négy tümen, vagyis tömény alkotta a magyar sereget. Ám sokak szerint ezek túlzott számok, hiszen a kulcsfontosságú 955-ös augsburgi csatában is 10 000 alatti sereget ütköztek meg. Ezek alapján sokkal valószínűbb, hogy a pozsonyi csatában egy nagyjából 20-25 000 körüli német támadóhad indulhatott meg a magyarok ellen, akik talán 10-15 000 fővel igyekeztek megállítani őket. A konkrét támadás 907. június közepén indult meg a Duna északi és déli oldalán. Az északi parton haladó erők élén Luitpold herceg, a déli parton Teotmár salzburgi érsek állt. Az első összecsapások június 28-án kezdődtek. Az első döntő ütközet július 4-én a Duna jobb partján, a Pozsonnyal szemközti területen zajlott. Az összecsapásban, ahol maga Teotmár érsek is elesett, a magyarok jól alkalmazták a támadó, majd menekülést szindelő taktikájukat, és hamar kivívták a győzelmet. A második csata július 5-e hajnalán történt. Az ütközetben a németek nagy része elesett, és csak kevesen tudtak Enzburg felé elmenekülni. Az újabb győzelmet arató magyarok július 5-én lerohanták a frank király seregét is. Az ütközetben elesett Sieghárt herceg, maga a Lajos király pedig csak nagy nehézségek árán tudott Passau felé elmenekülni. Stanke Zoltán hangsúlyozta, a pozsonyi csatával zárult le véglegesen a magyar honfoglalás, és ezzel az ütközettel bizonyította be a magyarság, hogy elég erővel rendelkezik ahhoz, hogy Európa új népeként tartósan megmaradjon a kontinens keleti szegmensében. A beszédet követően a Palotai Turultársaság tagjai koszorút helyeztek el és mécsest gyújtottak a kopjafa talapzatánál. Az eseményen dalokkal Regős Sziránszky József működött közre. Közös tárlaton mutatkoztak be az elmúlt szerdán az MH Bakony Harckiképző Központ amatőr alkotói az Ősi Közösségi Házban. Az eseményen fotókat, festményeket, pasztelrajzokat, valamint más különleges technikával készült alkotásokat is megtekinthettek az érdeklődők. Az égre festeném magamat, mutatnám felétek színes arcomat. Csepeg a festék a szecsebből, keményen fogod, ki ne essen a kezedből. Megjelenik egy arc, egy vászon, énekelnek a színek együtt kánon, megállok, valamire újra várok, messze nézek, múzsámat várom. Az MH Bakony Harckiképző Központ művészeti csoportja 2010-ben alakult meg. A tagok szabad idejükben alkotnak, elsősorban saját örömükre. Folyamatosan képzik magukat, így színesítve kifejezésmódjukat. Az alakulat vezetősége támogatja és bátorítja a csoportot, mely egyben a Honvéd Kulturális Egyesület tagja is. A Honvéd Kulturális Egyesület egy kiemelten közhasznú társadalmi szervezet, mely alapfeladatként tekint a honvédelmi hagyományok ápolására, az ifjúság hazafias honvédelmi nevelésére, a hadtudomány és hadtörténelem népszerűsítésére, a honvédségi kultúrát képviselő szervezetek érdekvédelmére, érdekképviseletére, valamint a képző és népművészet tevékenységének segítésére.
Az Egyesület képzőművészeti tagozata 1993-ban jött létre, alapító tagjai a honvédségnél dolgozó hivatásos és nyugállományú katonák, közalkalmazottak, valamennyien képzőművészek. A Magyar Honvédség Bakony-Harcki Képzőközpont mindig fontosnak tartotta, hogy az állományában szolgálatot teljesítő katonák és honvédelmi alkalmazottak ne csak a szolgálat által ismerjék egymást, hanem különböző, az alakulatnál megrendezett eseményeken bemutathassák egymásnak civil hobbiukat, tehetségüket. 2010-ben létrejött az MHBHK amatőrművészet csoport. Az ősi tárlaton 8-an mutatkoztak be a közönségnek. Frösl Monika folyamatosan képzi magát, több újdonságnak számító technikát is elsajátított. Horváth Beáta szénnel, grafittal, temperával és akrillal is dolgozik. Munkásságát bátor színhasználat jellemzi. Kovács Monika 2010 óta foglalkozik festészettel, szívesen kísérletezik a technikákkal és folyamatos tanulás, valamint tanulni vágyás jellemzi. Lászlóné Nesó Dóra természetfotóival mutatkozott be a kiállításon. Pintér László fotós munkája egyben hobbija is. A tárlaton egy díjnyertes fényképét is láthatja a közönség. Plank Csaba természetfotó szerint fontos, hogy jókor legyünk jó helyen. Lenyűgöző fényképei több éve visszaköszönnek a Magyar Vadászlapban is. Somogyi László több mint 2 évtizede foglalkozik képzőművészettel. Vencel Virág 2010 óta fest komolyabban. Alkotásaiban az emberekhez való nyílt és tiszta gondolkodás az irányadó. Járjunk együtt az úton egymás mellett, mert egyedül furcsa lenne, s vicces, ha nem kellek. A kiállítás megnyitón közreműködtek az ősi Kovács alkotó műhely tagjai. Várpalota város önkormányzatának nyári napközis táborát az idei évben a térségi népjóléti gondozási központ 2 tagintézménye szervezi. 3 hétig a család és gyermekjóléti szolgálat, a következő 3 hetet pedig a család és gyermekjóléti központ kollégái bonyolítják le. Az első héten 60 gyermek táborozott, ahova 6-tól 12 éves korig jelentkezhettek a fiatalok. A táborozók az ifjúsági házban főként játékkal, sporttal és kreatív foglalkozásokkal töltik idejüket. A következő 3 hétben még rengeteg program várja őket. Az idei évben az önkormányzat úgy döntött, hogy mi szervezzük és koordináljuk a napközistábort. Hát igen nagy kihívás ennyi gyermekkel megvalósítani. Próbáltunk úgy programokat összeállítani, hogy mindegyik korosztálynak találjunk valami érdekeset. Nagyon sokan fognak eljönni hozzánk, a héten már voltak a védőnök, volt az ANTS munkatársa, a krisztálos kollégák voltak, illetve ma tűzoltók jönnek, rendőrök, állatasszisztált, kutyaterápia, tehát sorolhatnám nagyon, nagyon sokáig, hogy kik vállalták, hogy eljönnek hozzánk. Csütörtökönként a Balatonra fogunk menni, amit már nagyon várnak a gyerekek. A tűzoltókkal és rendőrökkel többször fognak találkozni. Ellátogatnak a Bakony-Harcki Képzőközpontba, de mozilátogatás és balatoni strandolás is szerepel a programban. Nagyon nehéz lekötni őket egyébként, így már a 3. napon is ezt látjuk, hogy nagyon-nagyon nehéz olyan programot találni nekik, ami igazán leköti az összes gyereket. Tehát, hogy tényleg ott kell lennünk és nagyon figyelnünk kell rájuk, hogy ne legyen semmi probléma. A Fitten Várpalotáért Szabadidő és Sportegyesület rendszeresen tart sportjátékokat a gyermekeknek, a Vision Hip-Hop csapatával pedig táncolnak délelőttönként. Első alkalommal szervezték meg július első hetében a katonai kihívások táborát. A Magyar Honvédség Bakony-Harcki Képzőközpont ezúttal 34 fiatalnak biztosított lehetőséget, hogy belekóstoljon a katonai életbe. A honvédelmi táborba elsősorban azok jelentkeznek, akik kacérkodnak a katonai hivatással. Napjainkban már a hölgyek is egyre nagyobb arányban választják a katonai életet. A tábor ideje alatt testnevelés és járőrverseny is volt. A fiatalok megismerkedtek a katonai szervezetek által használt eszközökkel, és gyakorló fegyvereket foghattak a kezükbe.
Alapvetően most egy katonai mozzanatot láthattak a szülők, amit a gyerekek a tegnapi nap folyamán gyakoroltak be, azzal a céllal, hogy bemutassák mindazokat a katonai szakmai jellegű feladatokat, amiket a hét folyamán sajátítottak el. A táborlakók a hét zárásaként nyílt nap keretében mutatták be családjuknak, milyen feladatokat sikerült elsajátítaniuk a gyakorlás során. A Bakonykúti lőtéren paintball fegyverekkel imitálták az éles helyzetet a fiatalok, melyet mentoraik véleménye szerint kiválóan teljesítettek. Tizennegyedik alkalommal rendezik meg Várpalotán az Országos Musical és Operett kurzust. A három héten át tartó képzésnek a Jó Szerencsét Művelődési Központ ad otthont, ahol a színházi világ legfontosabb színpadi és énektechnikai elemeinek elsajátítása mellett a kurzuslakók a képzést lezáró gálára is készülnek. Idén 14. alkalommal rendezik meg városunkban az Országos Musical és Operett kurzust. A képzés három héten át tart, melynek az előző évekhez hasonlóan ez alkalommal is a Jó Szerencsét Művelődési Központ ad otthont. A nap mindig beénekléssel kezdődik, majd ezt követi a bemelegítés és a táncalapok. A fiatalok eleinte csoportokban dolgoznak többet, ám az idő előre haladtával egyre kevesebb lehetőség van erre. A képzés végéhez közeledve a résztvevőknek egyre feszesebb napi tempót kell diktálni. 14. éve kerül megrendezve az Országos Musical és Operett kurzus, ugye kezdetben csak a musical műfaja volt, majd 2013 óta Peller Károly segítségével ugye az operett műfaja is csatlakozott, és azóta mindkét műfajt tulajdonképpen képviseli maga a kurzus. Az idén picit bővebb lett, az eddigi 18 napot 3 nappal bővítettük, tehát 21 nap, amíg minden színház és minden, ami a színházzal kapcsolatos, sal foglalkozunk. Tulajdonképpen a célunk a fiatal tehetségek felkarolása, oktatása, egy picit bemutatkozási lehetőség nyújtása országszerte. Szabó Szilviához és Peller Károlyhoz idén immár 7. éve csatlakozott Lőrinc Máté koreográfus is, aki a közös előadások látványosságáért felel. Elmondása szerint a bemelegítésnél is nagy szerepet kapnak a később használt táncmozdulatok. Lőrinc Máté szerint fontos, hogy kevés lépésből tanuljanak látványos koreográfiát a fiatalok a felkészülési idő rövidsége miatt. A kurzus legfiatalabb tanítványa mindössze 7 éves. A részvételt a Zenés Színház az Egész Világ című művészeti tehetségkutató versenyen nyerte, ahol kiemelkedő teljesítményével kápráztatta el a szakmai zsűrit. Ezt a kurzust nyertem. Itt nagyon sokat énekelünk, táncolunk. A kedvenc darabom a Szerelemhez nem kell szépség, a Fekete Péter operettből, meg a Kis Juliska, az nem tudom, hogy melyikből van. Meg van a Húzzad csak ki világos, ami meg a Csárdás királynőből van. A musical darabból, amit énekeltem a versenyen is, a szem mit csigél, a Macskák musicalből, meg a Ha én gazdag lennék, a Hegedűs a háztetőmből. Weber Tamás Bence már 7. alkalommal veszi részt a musical és operett kurzuson. Elmondása szerint, amikor először csatlakozott, akkor került be az operett műfő is a musical mellé. Hát én 7 éve járok az Országos Musical és Operett kurzusra, hát azt mondhatom, hogy most én vagyok a legrégebb óta visszajáró. Amikor én először jöttem, akkor indult az operett rész is, akkor csatlakozott Peller Károly hozzánk, és akkor úgy, még ugye mindenki egy kicsit idegen volt, hogy jaj, operett, hogy fiatalok, hogy fognak hozzáállni az operetthez, és igazából azt mondhatom, hogy konkrétan sokkal több az operett, mint a musical most már, és inkább több, tehát ilyen kétharmados arányban van, tehát egyharmad musical, kétharmad operett.
És minden nap bemelegítéskor és illetve napzáráskor is általában el szoktuk kezdeni úgy a napot, hogy a közös számokkal a nagy cintányér, ezt utána világ húzott, csak kivágos virat, addig déli bábas hortamány, de ezek ilyen napindító és illetve napzárók. A kurzuson vannak, akik már több éve jelentkeznek, hogy egy jó társaságban tanulhassanak és szórakozhassanak 3 héten keresztül. A jó hangulatú próbák a fáradtság ellenére teljes erőbedobással folynak, hogy a tanfolyam zárásaként megrendezett gálán mindenki a legjobb tudása szerint szerepeljen. Én 2 éve járok az Országos Musical és Operett kurzusra. Egy verseny kapcsán találtam rá. Szabó Szilviától hallottam először erről a kurzusról, és nekem ez elsőre így név alapján nagyon megtetszett, és gondoltam, miért is neki próbáljuk, és hát egy nagyon-nagyon kellemes csalódás volt számomra, és nagyon sok új barátot és új kapcsolatot szereztem. Aztán tavaly szeptembertől ugye Szilviához is járok. Énektanár. Ő az énektanárom, és már tavaly eldöntöttem, hogy biztos, hogy idén is jelentkezni fogok a kurzusra. A kurzust az elmúlt évek hagyományához híven idén is egy nagyszabású gálaműsor zárja majd, melynek keretében a musical és operett irodalom gyöngyszemeit hallhatja majd a közönség. Az előző évekhez hasonlóan a nyári gálakoncert után évközben is számos fellépési lehetőséggel élhetnek a kurzustagok. Már 3. éve vagyok itt az Országos Musical és Operett kurzuson. Nagyon szeretem, mert nagyon sokat lehet tanulni, musical és operett dalokat, és olyan emberektől tudunk tanulni, akik ebben a világban otthon vannak. Például Szabó Szilvia énekművész, Peller Károly rendező és színész, és Lőrinc Máté koreográfustól, és ezeket mindig fel tudjuk hasznosítani, mert sokat lépünk fel falunapokon, meg rendezvényeken. Azért szeretek még idejönni, mert ugye színésznő szeretnék lenni, és itt ugye mivel nagyon sokat lehet tanulni, ez segíti a fejlődést, hogy színésznő lessek. És úgy találtam rá erre a kurzusra, hogy a versenyen részt vettem, és helyezést értem el. Az elmúlt héten mutatták be a Pannon Várszínházban a Herz című musical Honi új köntösbe öltöztetett változatát. A világhírű darabhoz Likó Marcell és Martól Lívia írta a dalszövegfordításokat. Vándorfi László igazgató pedig a magyar szövegkönyv legújabb változatával rendezte a darabot. A vietnámi háború idején teljesedett ki az USA-ban a hippi korszak, ezt a milliót ültette át a Pannon Várszínház Közép-Európára és Magyarországra. Fél évszázados a Herz című musical, a film pedig már 40 éves. Az új verziójú magyar fordítást pedig most mutatja be a Pannon Várszínház elsőként hazánkban. Az újra gondolt darabnak a kizárólagos magyarországi előadását Vándorfi László társulata kapta meg, természetesen élő zenével. Az mindig örök téma, hogy a fiatalok, a 20 évesek, azok keresik helyüket a világban, keresik az identitásukat a világban. Tehát ez nem egy lázadás, nem egy másként gondolkodásról szól, csak csupán nem szeretnének ők jó amerikaiak lenni, csak azzal a céllal, hogy egy idegen világba, egy teljesen értelmetlen háborúban elpusztulni, ezt nem szeretnék. Ennek kapcsán ők nagyon sok mindent megfogalmaznak, érzéseket, érzelmeket, és van egy vezérük, a Berger, aki egy picit messzebb lát, és van egy nagyon erős fordulat benne, amikor közéjük csöppen egy közép-kelet-európából érkező fiú, a Bukowski, Claude Bukowski, és akkor nagyon sok minden változik. Ez az egyetlen, ez a friss amerikai, ez kíván bevonulni, mert úgy érzi, hogy neki kötelessége. Aztán ez egy kicsit másképp alakulnak a dolgok. Nagyon sok magyar vonatkozást teszünk be, tehát többet, nem is nagyon sokat. Vándorfi László mindenképpen sikert szeretne elérni a musicallel. A Pannon Várszínház célja, hogy a fiatal színészek által átérjen az emberi, érzelmi üzenet a közönséghez. A Herz üzenete sohasem fog elmúlni, fogalmazott az igazgató. Mint mondta, ezek nagyszerű számok, világhírű zenék. A Herz egy asszociációkra alkalmas mű, mellyel minden korosztálynak meg kell birkóznia.
A darab amellett pedig egy hihetetlen jó lehetőség, hogy egy új generációt, egy új színész, zenés színész generációt megfelelőképpen színpadra fogalmazzon. Itt az átlag életkor az 20 év, alig van 1-2-30-on felüli fiatalember, nagyon jól állnak, nagyon profil énekelnek és táncolnak, de óriási munka volt, hiszen nagyon sok helyről érkeztek. Nyilván a mi alapcsapatunk az a törzs, az a gerinc, de felfrissült a csapat erre a produkcióra. Várpalotán az egykori erőmű tövében lévő Békeművelődési Ház parkolójában állítják majd fel a színpadot a Herr című musicalhez. Ez lesz az első megyei szabadtéri bemutató. A Hidasházban ünnepelt az elmúlt hétvégén közel egy éves fennállását a Perszeidák zenekar. Az évenként visszatérő augusztusi Perszeidák Meteor Zápor ihletésére vette fel tavaly augusztusban nevét a Lónyai Zoltán dalszerző, Mészáros Szilvia énekes, valamint a Glédis együttes fúziójából létrejött új formáció. Röviddel a névválasztás után kis időre megtorpant az együttes karrierje, amikor a Glédis együttes alapító tagja Sebők Ferenc váratlan halálát kellett a csapatnak feldolgozni. A tragikus eseményen túllépve július elején tért vissza a közönség elé az újra hangszerelt lónyai dalokkal az együttes. A Hidasházban rendezett legutóbbi ismert és vadonatúj számokat is felvonultató koncert ezúttal is nagy sikert aratott. Hát sajnos Ajnek Szilárdot elvesztettük már pár évvel ezelőtt, úgyhogy nem tudta elintézni ezt a mai napot. Úgyhogy kicsit lehűlt a levegő, de azért összegyűltünk szépen szerelemmel. És teljes bizonyossággal állíthatjuk, hogy holnap is lesz időjárás. Ez is igaz. Viszont ami vigasztal, hogy esőben is tudunk hangosan játszani. Minden. Úgyhogy erotika show-val kezdünk. A Meteor Zápor helyett érkező nyári zivatar ellenére is mintegy fél százan voltak kíváncsiak a Perszeidák zenekar Hidasházi koncertjére az elmúlt vasárnap. A névválasztását az elmúlt évben az Inotai Hidasházban tartott koncertjén jelentette be az együttes. Elsődleges célüknak tekintették az egyestés műsor összeállítását és színpadképessé csiszolását. Az elmúlt közel egy év alatt születtek új dalok is, de az sem áll távol a zenekar tagjaitól, hogy egy-egy már begyakorolt számot új köntösbe öltöztessenek. Az elmúlt hónapok alatt olyan széles repertoárra tettek szert, hogy a fellépés helyéhez, hangulatához is tudják igazítani az elhangzó számokat. Nem látja senki, hogy a király mesztelen. Ez a legérdekesebb kérdés egyébként, hogy hogyan születik egyáltalán a dal, és aztán hogyan lesz zenekari változatban. Ez nagyon-nagyon izgalmas és nagyon jó dolog. Arról, hogy én hogyan írom, arról most nem beszélek, az egy másik történet, de az, hogy a zenekar hogyan áll hozzá, az arról egy pár mondatot tudok mondani. Mégpedig azt, hogy próbálkozom én, hogy melyik az a dal, ami úgy kedvező fogadtatásra talál a zenekar részéről. Tehát ez egy ilyen nagyon izgalmas dolog, viszek 3-4-5 dalt, és akkor eljátszom, és akkor hümmögnek, mondják, hogy hát igen, na ez jó, na ezt csináljuk meg. És akkor, amikor ráborít mindenki, hogy na ezt csináljuk meg, akkor azt előveszük, sokszor eljátszom, és mindenki próbálkozik, hozzáteszi az ötletét, és akkor formálódik szép lassan. Délre folyik, könnyen pereg, az utcákra gyűlnek fáradt emberek. Lohonyai Zoltán az elmúlt év munkájából arra a legbüszkébb, hogy nem csak egy zenekart, de egy alkotói közösséget is sikerült kialakítaniuk. Ez egy olyan alkotói közösség, ami... Nekem mindig az volt az álmom, hogy meg az elképzelésem is az, hogy nem kell senkinek se... hogy mondjam, fantasztikus nagy
hangterjedelemmel rendelkezni. Nem kell senkinek se fantasztikus virtuózitással rendelkezni az adott hangszerén, hanem érzékkel kell rendelkeznie, én szerintem, és én abban hiszek, hogy ha sok jó ember, vagyis ebben a mostani zenekarban 6 jó ember összeáll, és azt a tudást, amit tudnak, azt összerakják, akkor az megvalósulása esetén az mindenféleképpen magasabb minőséget fog képviselni. Tehát az összeadott mennyiség az több lesz, mint a matematikai képlet szerint lenne, tehát sokkal több lesz a megvalósulása után a dal. Persze Idák távlati tervei között első helyen szerepel az együttes ismertségének bővítése, legalább 2 megye településeinek meghódítása. A terv szellemében folytatják tevékenységüket július 13-án a Playbogrács partin, 19-én Hajmás kéren lépnek fel legközelebb. Hagyományteremtő céllal pedig augusztus 12-én Balatonfüreden ünneplik meg a zenekar egyéves születésnapját, és az eseményt évenként tervezik megismételni. Az 50-es, 60-as, 70-es és 80-as évek zenéire táncolhattak az elmúlt hét szombaton a Nosztalgiázni vágyók a második alkalommal rendezett várpalotai retro partin. A Petőfi étterem rendezvény termében az 5 órai teazenekar elevenítette fel az örökzöld slágereket. A rendezvényen szinte minden korcsoport képviseltette magát, az idősebbek mellett a fiatalabbak is szívesen táncra perdültek. Az első retro gárát 2018-ban tartott a Várpalotán a 80-as évek elején a palotaszálló éttermébe muzsikáló Szeán zenekar 2 tagja, Wagner László Pedro, a gitáros, és Fülöp Csaba, a billentyűs. Az alapötlet az azóta Németországban élő Fülöp Csabától származott, de egy hajdani rajongó Lantos Erika is az ügy mellé állt, és a szervezési feladatok oroszlán részét magára vállalva valósították meg az ötletet. A siker motiválta a gondolatot, hogy hagyományá nemesítik a retro gárát. A második retro gálán az Ötugaite a Nosztalgia zenekar elevenítette fel az idők próbáját kiállt, minőségi szórakoztató zenét a Petőfi étterem rendezvénytermében. Miután a másik zenész Németországban él, és ő nem tud megjönni idén nyáron, ezért Wagner Laci egy új együttessel az Ötugaite a Nosztalgia zenekarral szervezte meg ezt a rendezvényt. Ebben én nagyon sokat segítettem neki, és hát idén úgy gondoltuk, hogy a Petőfi étteremnek a rendezvényterme adjon ennek a gálának helyszínt. A zenekarunk elég érdekes módon állt össze, ugyanis Anikó is, aki a párom, meg én is korábban másik zenekarokban játszottunk, és az élet úgy hozta, hogy összekerültünk egy adott zenekarban, ahol egy fél évig játszottunk együtt, aztán egy véletlen folytán onnan kikerültünk, és úgy gondoltuk, hogy hát közösen kell folytatnunk a zenei pályánkat. Akkor hoztuk létre az 5 órai teja Nosztalgia zenekart, másik 2 kollégával együtt, akik aztán lemorzsolódtak, közben voltak tagcserék, jöttek, mentek emberek. A zenekar magját mi alkotjuk ketten Anikóval. Gyakorlatilag így jött létre az 5 órai teja Nosztalgia zenekar. Hozzánk csatlakozott most körülbelül egy évvel ezelőtt Pedro, és most így vagyunk 3-asban. Tudatosan mellőzzük a madivatos irányzatokat és az úgynevezett mulató stílust, mondja Petrik Péter, a zenekar képviselője. Alapjában véve ez a retro, ez most nagyon divatos. Mi nem azért játsszuk, mert divatos, mi ezt már korábban elkezdtük, mint ahogy most ez divatba jött. Mi a színvonalas tánczenét szeretjük. Ezt is műveljük. Mi veszprémiek vagyunk mindketten Anikóval, és valamikor a 60-as években volt ott egy rendezvénysorozat, aminek az volt a címe, neve, hogy 5 órai teja. Ez egy ilyen klasszikus szombat délutáni, vasárnap délutáni néhány órás rendezvény volt, ahol az akkori idők nagy slágereit játszották különböző zenekarok, mindig más. Ennek nagy hagyománya volt akkoriban Veszprémben,
Sajnos ugye az idő múlásával ez elsikadt ez a dolog, viszont mi azért adtuk ezt a nevet a zenekarnak, hogy egy kicsit próbáljuk legalább a zenekar nevével visszahozni azokat az időket, azokat a legendás időket, amikor ezek az ötórai teák voltak Veszprémben. Az első és a második retrogála között a közvetlen kapcsolatot a gitáros Wagner László képviseli, aki nemrégiben csatlakozott a zenekarhoz. Ez egy régebbi történet, mert én az Anikóval régen már dolgoztam együtt, aztán most így jött egy lehetőség, megkerestek a tavasszal, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk egy zenekart, hogy beszállnánk-e hozzájuk harmadik tagnak, és akkor így. Szerintem a lehető legjobb buli ez, ami most van, mert legjobban a régi zenékre lehet mulatni és táncolni, nem a mostani diszkós zenékre. A vacsora után mintegy 500 vendég ropta a táncot hajnal 3-ig. Most nézzük kiemelt híreinket még egyszer egy-egy mondatban. Bemutatta a választókerület polgármester jelöltjeit Kontrát Károly, Semmelweis Napatúri várban. A pozsonyi csatára emlékeztek. Közös tárlaton mutatkoztak be az MH Bakony Harckiképző Központ amatőr alkotói. A hírmozaikot látták, adásunkat most a Forgó Színpad színházi magazinnal folytatjuk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!